Szevasztok, ez itt a Négy Szem Közt harmadik epizódja, nem más, mint a legújabb Jim Beam csapattaggal fogok edzeni, az nem más, mint Nagykar Kökény Béla. Egy hátozást fogunk lenyomni, úgyhogy tartsatok velünk, szevasztok! El ne csúszál csillagom, nekem nehogy összetölt, feltöltítem meg plakit. Látod, lehoztalak BCK-m, hogy tudjad, hogy néz ki egy igazi, tehát így néz ki egy edzőterem, jó? Tehát itt fogunk edzeni. Elférsz? Hát így tőled. Hát, ha nem, akkor kipakoljuk a féltermet. Hát majd előttem. Mit hoztál amúgy ebbe a táskában? Figyelj, meg van pakolva. Edzést tudtok. Tárpieg. Akkor már nem mész haza többet. Itt nem, szeretnék beköltözni. Hát úgy jöttem ennyi? Pár napra. Ennyi, na. Mutassam meg. Te most itt sütni vagy főzni akarsz? Hát figyelj, tudom, hogy nagy palacsint az a báló hírébe állt, úgyhogy hoztam neked egy... Hallom, nehogy itt süssük meg. Köszönöm. Hát edzés után visszatöltünk vele. Meg van ám egy pufillekvár is. Ami mindent legyőző energiát és akaratot. Így van, csak így van, így van. Na jó. Nézzük már, mi van még a táskában. Vagy ittam egy edzés előtt, itt ebben volt 50 g vitargó, 10 g arginin, 10 g BCA, narancsízű. Hoppáré. És 10 g glutamin. Hoztam neked törölközőt. Mert ugye ami lényeges, hogy edzéshez, törölközőt mindig használni kell. Figyelj, az Amino és Freezer bátyánknak a... Azért úgy látom, a csapat összegyűlt. Az edzés azért... előtt ilyen. Persze. Volt az olimpián, megy az olimpiára, megért. Fogunk gurtni, meg öv. Ja, és amit nagyon ki akarok már próbálni, ugye... A fog viszont kérek én is. Na, annak én is függője vagyok amúgy. Na. Legalább nem fogod arra, hogy kicsúszott a kezedből a súly. Ja, úgyhogy ha magnéziáról van szó, Jim Beam. Na, láttuk, mi van a táskádban, pörgető odaért, pörgető ideért, úgyhogy kezdhetjük a hátazák bécikén. Jó van. Na gyertek! Na, megkezdtük a hátedzést. Ugye edzés előtt mindig nagyon fontos a bemelegítés. Én kezdtem meg kis válkőzés, karkőzéssel. Úgy látom, Béla viszont kicsit professzionálisabban kezd melegíteni. Kérdezzük meg, hogy mi lesz ebből BCG-n. Parittyát csinálsz, vagy mit? Csúzlihoz hoztam. Csúzlihoz hoztam? Csak előtte mondom, kicsit nyújtok rajta, tudod. Minden felső test edzés előtt, háf, mell és váll edzés előtt. Úgy látom, nem a legkönnyebb kötelet választottad ehhez sem. Legymázsás. Szoktál edzeni amúgy? Nem. Ja, jó, látszik, azért kicsit le vagy eresztem, most mindig. Annyira száraz vagyok, hogy szúrja a karom az oldalamat, bazen. Kurva könnyű. Kettő, húzz le nyugodtan, ki van fizetve végig? Három, úgy van. Te vagy. Várjál. Rakjál rá. Igen. Rakjál még, rakjál. Már nem mondom, hogy olyan könnyű volt. Kicsit lehet amúgy széles. Te vagy gyenge, de amúgy nem baj. Ugye? Ne, jó az így. Nem kell olyan széles fogás, vállat szétbassza. Úgy, még egyet. Jó!
De amúgy tök jó, amikor mögém állsz a hasaddal, direkt, és mindig mögém áll, érted, így ideál. Így, hogy segítsen. Y'all don't believe me, the weights. Basically, I have been running things. You could just go on and take a seat. Ha ha ha! Ilyen hátban nem vagyok erős, úgyhogy ebben jó vagy. A mell az oké, de itt... Lába. Ez 2.30-ból guggoltam 15-öt, nem volt jó. Miben? 2.30-ból 15-öt, de nagyon nehéz volt. Ügyen vagy, nem jó erőben vagy. Nem. Nehéz volt. Múlt héten. Ilyen vagy, ilyen erős vagy most? Nem. Nem jó, mert tudod, hogy guggoltam. Nekem nem megy a guggolás. Egyfolytában ezt csináltam. Ugyanezt. Azért, mert annyira szokatlan volt. Na, következő meglepetésgépünk, a Prime-tól lesz egy evezőgép. Ezt is kétfajta gépen lehet fogni. Van egy rendes fogás és van egy párhuzamos fogás. Most mi a párhuzamos fogást fogjuk megfogni, mivel nekem a vállam kicsit elhasználódott. Nekem meg mindegy. Neki meg mindegy, mert jó a válla, úgyhogy maradunk a párhuzamos fogásnál, hogy kicsit kiméljük a vállunkat. Az egész csávú. Ő zelébe jó úgy, ahogy van. Öregem, hallod? Nagyon szépen dolgozik, esküszöm. Úristen, de jó az egész. A súly az tényleg nagyon könnyű rajta, becsapósan könnyű. Hát hozzád állítottam be. Köszönöm. Na jó van, hát ez... Na, rakjunk rá. Véletlenül a projektornak a kivetítő vászonja otthon azért lehetne vetíteni is. Ezt a kifukon a szemem. Szebbe húztam most. Mehetünk tovább. Úgy látom, hogy órabére vannak a kamerások, úgyhogy sietnünk kell. I know that they watching me, trying to figure me out. Like, what's my life like? Am I committed to vow? Perception is relying on what you trained your sight like. So what you see is whatever gets permitted by your eyes, right? I'm guessing that it's okay if they follow me. As long as they know that the praise is never new. Bármeddig elhúznád, úgy látom. Igen. Azt hittem nehéz az elején. Nem. Ez közel az eleje nehéz. Egyen 20 centebb a szélszát, jobban fejlődik. Yeah. Figyelsz? Leave room for the kind of pictures that in the concept. Why you sit at the feet of beneath this monolithic object? Not painted in the image of God, but chiseled in the image of flaw. Sinner spitting redemption presented under a continual clause. Covenant of the brothers. 1, 2, 3, 4. Tíz, meg kell mutatni. Béla, gyerünk. 1, hadd menjen. Kire pukkanjon a fejed? Közönségcsalogató viselkedés. Ez kész. 40? Én 70-et értettem az előtt. 70? Nagyon picike. Hát jó, az hát mindegy. We'll be right back.
befejeztük a hátedzést Bélával. Én azt hiszem, hogy jól sikerült. Jó volt, jó. Viszont van még egy meglepetésem, mivel én is kaptam meglepetést Bélától, ugye a penkékért cserébe, illik adni cserébe valamit. Van egy olyan részünk a minden egyes epizódnak, hogy egy challenge, tehát egy kihívás. Múltkor Krisztiánnal egy láncos kitörést csináltunk, ugye a sétáló kitörést. De viszont neked, mondom. Nagyon örült neki Krisztián, viszont nem felejtem el, hogy mi régen egyszer versenyeztünk 200-ból, ki tud többet térudazni. Régen volt, jó, igen, tényleg. Gyönyörű volt a kivitelezés, és szabályos volt, viszont most annyit fogunk csinálni. Vetkőző sorozatot fogunk csinálni, 100-ból fogunk indulni, 25-ösökkel megyük le, és bukásig, hányásig, a végtelenségig. Tehát az végtelennek az utolsó sorozat is megfogjuk. Így van. Jó, hány ismétlés? Nincs korlát. Nincs korlát? Végtelen. Jó. Jó? Úgyhogy kezdődik a challenge, térúd, vetkőző sorozat, halálig. Rövid egyeztetés után Bélával arra jutottunk, hogy nem 100-al, hanem 125-tel fogjuk húzni, úgyhogy még egy ajándéktárcsa Bécinek. Köszönöm szépen! Parancsolj! Még egyet! Jó! For body, everlasting vision of the king in the sky when I'm flying. Absolute conscious, dividing the saints and the scholars. The fate of the fate hearted, despising the wicked. 7, 8, 9, 10. Azért lekerüljek. Nekem olyan légszomjam, mert utána az meg. Bécikém, azt hiszem, hogy mi megtettük, amit meg kellett, úgyhogy egy kicsit megint nagyon jó sikerült. Olyan szokásosan lejegyzettük. Így van. Az elején egy kicsit óvatosabban, meg tényleg hát csak ugye ránk szóltak mi, hogy siessünk, de egyébként mondtuk, hogy visszajövünk rendbe tenni a gépeket, amiket szétszíváltunk, úgyhogy rendesek voltunk. Viszont egy dolog, hogy nem beszéltünk Bécikém, mióta lejegyzettünk. Mik a terveid? Tehát hogyan tovább, vagy mi lesz most? Nyugdíjban vonulsz te is, vagy mész tovább? Nem, én nem szeretnék még nyugdíjba vonulni. Zombiépítés van így első tervbe véve, hogy minél nagyobb legyen. Tudod, igen, ez amúgy mókás hallani, hogy te mondod azt, hogy igen, kicsi a szobod. Igen, mondtam már régebben is neked, hogy a nagy az Openban nem elég. Igen, nagyon nagy. Őrületesen nagy kell, és az talán elég lesz. És amikor azt mondom, hogy oké, jól néz ki, és megvan az a kellő izomtömeg, akkor fogok színpadra állni. Hogy ez mikor lesz, azt nem tudom. Hát jó lenne ősszel, de most a vírushelyzet miatt fogalmam sincs, hogy alakulnak a versenyek. Hogy egyelőre biztos, hogy tömeget növelek, vastagítok, és meglátjuk, hogy mikor állok színpadra. De akkor a cél, akkor az a Mr. Olympia Open. Hát az Open. Aha. Az Open. Aki Openbe kvalifikál, az már nem is ember, úgyhogy nekem nem az a tervem egyelőre, hogy kvalifikálni is kvalifikáljak, viszont felálljak oda, elmondhassam, hogy voltam már Open színpadon is, mert ugye 2012-ben voltam, most sikerült nyerni is, ahogy tudod, az olimpián is voltam így, viszont mondom, az Open, a király kategória, az a cél. Jó, tehát akkor az Open a cél, hogyha mi rajta vagyunk még, akkor forgatunk egy pár részt, hogy legyen egy kis motiváció, legyen még a lábedzés, ugye akkor még nem maradhat el. Azt mindenképp csináljunk még. Jó, úgyhogy remélem tetszett a mostani hátazásunk, tehát ami tőlünk telett meg. Nagyon jó volt. Annyit hozzá tudok tenni, hogy én pont a hátedzés az, amit egy nagyon szépen lassú negatívba szoktam edzeni. Na ez most viszont nem volt. Így van, hogy ez az edzés nem arról szólt, viszont kapott egy óriási impulzus, meg sokkot álltam, úgyhogy nagyon élveztem. Ja, én nagyon élveztem, és köszönöm szépen az edzés, BC, és köszöntünk a csapatba, örülünk, hogy itt vagy nálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy Jimmy tag lettél, úgyhogy innentől várjátok a több közös videót. Csak köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, kövessetek minket legközelebbi részbe is. Szevasztok! Sziasztok! Remélem tetszett a harmadik epizód, a hátazás a nagykar Kökény Bélával. Írjátok meg kommentbe, kivel edzek legközelebb, tartsatok velünk, és ne felejtsetek el lájkolni a Jimmy YouTube csatornáját. Sziasztok! One, one.